Lennél félig robot, félig ember? Hallanál egy karodba épített készülékkel? Irányítanád az agyaddal a mobilodat? Már közel járunk mindehhez. A telefonról egyébként Elon Musk milliárdos feltaláló és üzletember azt mondta, hogy a jövőben nem lesznek telefonok, csak neuralinkek. A cégében fejlesztett agyba ültetett interfészek. A nanotechnológia, biotechnológia, informatika és a kognitív tudományok gyors fejlődése olyan lehetőségeket teremt, amelyek sokáig a sci-fi területének számítottak. Nem állítom, hogy csak pozitív hatásai vannak. Az emberi tudat meghekkelése, evolúciós támadások és genetikai gyilkosságok, titokban gyűjtött DNS minták, kifejezetten a célpont DNS-ére szabott rákos megbetegedés előidézése csak néhány a veszélyek közül. De persze az esély is benne van. Gyógyító nanorobotok a véráramban, robotprotézisek, géntechnológia, a mesterséges intelligenciával összekapcsolt emberi tudat. A betegségek, az öregedés és az elmúlás mind olyan emberi valóságok, amelyeknek ezekkel a technológiákkal véget akarnak vetni. A gazdagok előtt kínálkozik a lehetőség, hogy megpróbálják kijátszani a halált. Úgy tűnik, hogy az örök élet ingyen sörmondásból már csak az ingyen sör a fantasztikum. Ez itt a Specialista. Én Vukics Ferenc Alezres vagyok, és a mai videómban a technoliberális jövőképről, a transhumanizmusról fogunk beszélgetni. Kezdjünk! Ezt kifibe illő témát hoztál ma ide el nekünk. Az az első kérdés, ami felmerül bennem, hogy hol tart ez a technológia jelen pillanatban? Például, ha valaki elvesztette a végtagját, akkor ezzel tud az orvostudomány segíteni. Ugye hallottunk a Neuralinkről, amely megpróbálja interfészt telepíteni az embernek a tudatába, hogy megpróbálja mondjuk gondolati úton egy mobiltelefont irányítani, vagy esetleg más eszközöket. Szóval hol tart ez most? Mennyire realisztikus erről beszélgetnünk itt? Én magam körülbelül 15 évvel ezelőtt találkoztam magával ebből a témával, és elsősorban a szuperkatonáknak a kifejlesztésével a gondolata volt az, amelyik elindította ennek a vizsgálódásait. Ugye ott arra törekedtek, hogy egyfajta mutáns katonákat hozzanak létre, akik egyfajta szuperképességekkel rendelkeznek, és a harctéren olyan képességtöblettel rendelkeznek, amelyik lehetővé teszi az ő győzelmüket. Ma jelenleg ott tartunk, hogy a transhumanizmus vagy a poszthumanizmusnak a gondolkodói azok azt állítják, hogy az emberiség az egész története során egy ilyen ellenséges környezetben élt, és nagyon fontos volt, hogy az emberiség folyamatosan alkalmazkodjon. És hogy valójában most se történik más, megváltozik az emberi környezet, új kihívások, új lehetőségek teremtődnek, és most nem egy botot vettünk a kezünkbe, vagy egy szakócát készítettünk el, hanem új technológiai lehetőségek nyíltak meg előttünk, és ezeket kell felhasználnunk annak érdekében, hogy azokat a nagy problémákat, amelyeket az emberiség nem tudott megoldani, azokra valamilyen úton, módon megoldásokat találjunk. Most két nagy iskola van, az egyik az a kaliforniai irányzat, döntő része amúgy a szilícium völgyhöz is köthető, a másik része pedig az oxfordi irányzat. A kettő között az a nagy különbség, hogy a kaliforniai egy nagyon még nem rendezett, igazából egy nagyon szabad gondolkodást indított el ezzel kapcsolatban, és ebben benne van az a kép is, hogy meg kell szabadulnunk a fizikai testünktől, mert döntő részében az emberiség fejlődésének, a bolygóról való kilépésének az egyik legnagyobb akadálya maga az a fizikai sérülékenység, ami körbevesz bennünket, és hogyha ezen tudunk változtatni, ha le tudjuk tölteni a személyiségünket például mondjuk egy kiborg testbe, amelyiket, és összekapcsolva egy mesterséges intelligenciával együtt közösen működtetve, akkor valójában a halált is ki lehet iktatni. Ez olyan, mintha egy robotot képzelnénk el, és a robot úgy gondolkodik, mint maga az ember, mint én, vagy mint te. A lélek a gépben ezt szeretnék, hogy át lehetne menteni mindazt, amik mi vagyunk, ami igazából emberivé tesz bennünket, az egyedi gondolkodásunkat, a személyiségünket, ők szeretnék valamilyen úton, módon átmenteni, és ebben egyfajta úgymond kijátszani a halált. A másik elképzelés az arról szól, hogy vannak bizonyos gyógyszerek, vannak bizonyos fiziológiai folyamatok, hogy például akkor, amikor megtámad bennünket egy kutya, akkor pillanatok alatt, egy-két másodperc alatt hihetetlen mennyiségű energiát képesek vagyunk mozgósítani, nagyon gyorsakká válunk. Jó, és akkor ezt meg kellett nézni, hogy emögött milyen folyamatok zajlanak, és akkor azokat a hormonokat kellene rendelkezésre bocsájtani az embereknek, amelyek lehetővé teszik, hogy ez a megnövekedett képességekkel állandó jelleggel rendelkezünk, ne
csak veszélyhelyzeti, ilyen riadó üzemmódban legyünk képesek ilyen feladatokat végrehajtani. Tehát alapvetően a biológiai testnek a képességeiből indul ki. Tehát az egyik irányvonal az akár a testtől is megszabadulna, a másik irányvonal pedig megtartaná valamilyen úton, módon egy továbbfejlesztett, egy kiterjesztett képességekkel rendelkező emberi test irányába próbál meg lépéseket megtenni, és ebben például Elon Musk által preferált elképzelés miszerint, hogy össze kellene kapcsolni a mesterséges intelligenciát és az emberi tudatot, és ezáltal egy még fejlettebb struktúrát lehetne létrehozni. Ugye ennek az első lépéseit élhetjük meg. Az ő kutatásait ugye tavalyi évben, tavalyi májusban engedélyezte az amerikai élelmiszer és gyógyszerhatóság. Ez emberes kutatás, ennek az első elemei lezajlottak. Ott ténylegesen az interfésznek a segítségével végül is képes volt egy kurzort mozgatni az agyi hullámoknak a segítségével, most pedig ez 8 emberre bővül, ez a kutatási program, és úgy tűnik, hogy egyre komolyabb eredményeket fognak ezzel kapcsolatosan elérni. Már vannak nagyon pozitív tartalmak is, amelyek például embereket, akik életükben soha nem láttak, vagy emberek, akik nem hallottak, el lehet juttatni a hallás és a látásnak a élményeinek a közelébe, tehát már nagyon közel áll, egy igazi áttörés van. Ilyenkor azt mondhatjuk, hogy igen, ezek tényleg nagyon szép és jó dolgok, de közben meg azt látjuk, hogy a transhumanistáknak egyfajta alapgondolata az, hogy valójában el kell jutni az isteni állapotig. Álljunk meg egy pillanatra. Amíg nem vagy agyi interfésszel rendelkező kiborg, akkor nem fog automatikus jelzés érkezni az új videóimról. Így, ha érdekesnek tartod a specialistát, akkor muszáj vagy megnyomni a feliratkozás gombot itt a videó alatt. Amúgy biztos vagyok benne, hogy ha kiborg vagy, akkor is érdemes feliratkoznod a Patriótára. És most folytassuk! A transhumanizmusnak a képviselő mindannyian nagyon realistának vallják magukat, de nagyon közel állnak mondjuk a keresztény gondolkodáshoz, viszont nagyon összeütközés van ugye ebben a gondolatvilágban, hiszen mondjuk a keresztény kultúrkörben nagyon fontos ugye Jézusnak a szerepe, a feltámadásnak a gondolata, miközben sokan azt állítják, hogy magát a transhumanistákat is végülis ezek a keresztény alapelvek hajtották előre, annak érdekében, hogy a egyfajta megváltás irányába lépjenek el, csak ők most ezt máshogy hívják, szingularitásnak hívják. És a szingularitás az a fogalom, amikor olyan mértékben felgyorsul a technológiai fejlődés, hogy már nem lehet megjósolni, hogy holnap mi lesz. Nagyon sokszor hallunk évszámokat, és az évszámok nagyon egybecsengenek, akár biztonságpolitikáról van szó, akár a mesterséges intelligencia fejlesztésről, vagy a transhumanizmusnak a fő eredményeiről. A 2029-30-as év van a legtöbb a helyen megjelenve, mint hogy egy nagy váltásnak az időpontja fog akkor bekövetkezni. És érdekes például, hogy a Klaus Schwab által vezetett világgazdasági fórum az szintén foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, és támogatja azokat a filozófusokat, gondolkodókat, akik megpróbálják meghatározni ennek az irányvonalait. Tehát most jelen pillanatban ott tartunk, hogy még nem teljesen tiszta, hogy ez milyen irányokba fog majd tovább tartani. Vannak nagy veszélyforrásai is ennek a történésnek. Előfordulhat, hogy egy idő után a biológiai reprodukcióra egyáltalán nincs szükség. És azok a entitások, akinek ilyen interfésznek a segítségével sikerült föltölteniük magukat mondjuk egy mesterséges platformra, akkor ettől a pillanattól fogva nem biztos, hogy szükség van, hogy új emberek szülessenek meg. Illetve, hogy maga a mesterséges intelligencia fejlesztése, vagy ezzel a emberiség 2.0, a kiterjesztett képességű emberiségnek a létrejötte, ez a végén nem arról fog szólni, hogy segíteni fogunk embertársainkon, akik bizonyos képességekkel nem rendelkeznek, hanem arról fog szólni, hogy a nagyon gazdag elit még inkább el fog távolodni az emberektől, és még inkább törekedni fog arra, hogy ezt az előnyét a többiekkel szemben felhasználja. És hogyha tényleg bekövetkezik az a típusú munkanélküliség, amit sokan jeleznek előre, hogy bekövetkezhet mondjuk a mesterséges intelligenciának a tömeges alkalmazása esetén, akkor pedig felvetődik a kérdés, hogy mit csináljanak azokkal az emberekkel, akik többletben vannak, akik nem alkalmazhatóak. Nagyon durva kifejezések hangoznak el ezeken a fórumokon.
ezeket sok helyütt a semmire kellőknek nevezik. Beszéljünk arról, hogy mit jelent az, hogy van egy ember 2.0, ahogy említetted, akkor ezek szerint létezik egy ember 1.0 is. Milyen viszonyban van ez 1.0 a 2.0-val? Hogyan látják, vagy hogyan gondolkodnak erről? Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez egy pillanatszerűen bekövetkező eseménysor lesz, és néhány év alatt kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik alkalmasak lesznek a 2.0 megvalósítására, és az 1.0-soknak semmi más dolguk nem lesz, mint hogy alá dolgozzanak a 2.0 megvalósításához. És vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez egy nagyon hosszú átmeneti időszak lesz, ez az örök életű ember kiborg, ez igazából nem is nagyon fog soha igazából létrejönni, lassan, de folyamatosan a technológiák be fognak épülni az emberi szervezetbe, át fogják alakítani a képességeit, és egy kicsit észrevétlenül fog mindaz megtörténni. Nagy problémákat okoz, hogy ahogy már korábban a mesterséges intelligencia kapcsán beszéltünk, hogy milyen veszélyforrást jelent az, hogy közben vetélkedő hatalmak vannak. Igen. Úgy tűnik, hogy közelében vagyunk nagy-nagy tragikus eseményeknek is, és közben pedig mind a mesterséges intelligencia, mint a kiterjesztett 2.0-as emberiségnek a kérdésköre itt van a nyakunkon. Közben ugye korábbi adásunkban beszéltünk arról, hogy amúgy az űrben lévő tevékenységeink is egyre markánsabban megnyilvánulnak. Valójában akkor ez is egyfajta fegyverkezési versennyé fog átalakulni, hogy kinek sikerül. Ugye annak idején már a 2000-es évek elején kezdtek el olyan programokat, amelyek arról szóltak, hogy hogyan lehetne különböző gyógyszerekkel, injekciókkal, elektrosokkal, minden egyéb más eszközzel elérni, hogy olyan katonákat hozzanak létre, akik elképesztő nehéz körülmények között a bajtársaik meghalnak körülöttük, éheznek, elfáradtak, ennek ellenére képesek folytatni a harcot. Olyan magas a csapat kohéziójuk, hogy nem érdekli őket, hogy egy normális ember ilyen körülmények között igazából nem folytatná tovább a küzdelmet, hanem abba hagyná és befejezni, hogy ők akkor is folytassák tovább, ez volt az alapkoncepció, aztán utána pedig, hogy milyen képességeket lehet még hozzá kapcsolni ahhoz, hogy erősebbek, ügyesebbek, pontosabbak legyenek. De odáig is eljuthatunk benne, hogy például evolúciós támadás alá helyezhetünk népcsoportokat, hogy genetikai gyilkosságokat követhetünk el. Például ez azt jelentheti, hogy már most tudjuk, hogy vannak kormányok a Földön, legalább négyről tudunk, aki rejtetten elkezdte gyűjteni a világ különböző vezetőinek a genetikai kódjait, és képes arra, hogy az adott genetikával rendelkező személy ellen célzott támadást indítson, biológiai támadást indítson, például arra, hogy olyan vírusokat juttat el, amelyek utána képessé teszik arra, hogy mondjuk rákos megbetegedésbe szenvedjen tőle. De célzottan csak az a személy, akit megcéloztak vele. Elképesztő dolgok. A katonákra visszatérve, mi értelme van a katonákat fejleszteni, hogyha most már a robotika is ott tart, hogy önmagában lassan-lassan azért olyan egységeket tudnak kifejleszteni, amelyeket be lehet vetni akár ellenséges vonalakon, és nincsen humán áldozata. Hát az egyik ilyen, most ez nem lesz szép, amit mondok, az egyik, hogy lehet, hogy az első időszakban olcsóbb, mondjuk genetikailag módosított biológiai élőlényeket használni és működtetni. Aztán viszont erkölcstelenebb nyilvánvalóan. Viszont erkölcstelenebb, de ugye már láttunk ugye karunvarjút a történelem sodrában, hogy nem nagyon érdekelte az embereket az etika, az ezzel kapcsolatos etika, és valószínűleg ez ezt követő időszakban, amikor már viszonylag olcsóbban lehet előállítani ilyen képességekkel rendelkező, akár kiborgszerű megoldásokat, akkor valószínűleg átlép majd egy másik fázisába mindez. Hogyan látod ezt az egész jelenséget? Akkor végül is Istent játszunk? Valakik szerint, tehát vannak elképzelések, akik főleg a kereszténységgel kapcsolatban vizsgálják a transzhumanizmusnak a jellegzetességeit, hogy tényleg úgy gondolják ezek a kutatók, hogy avval, hogy ezeket az kiterjesztett képességeket létrehozzák, valójában visszahozzák a bűnbeesés előtti állapotát az embernek. Azt is mondják, hogy ugye nincs szükség a krisztusi második eljövetelre, mert azt az országot, azt ők maguk teremtik meg. Sokan azt mondják, hogy ha az evolúciót valamifajta teremtés is irányította volna, akkor nekünk most itt a kutya kötelességünk váltani, és a saját evolúciónkat a saját kezünkbe venni, és valamilyen úton, módon ténylegesen az Isten szerepet eljátszani. Hogy látod, de mi a legnagyobb veszélye annak, hogy rossz kezekbe kerül ez a technológia, és nem abba az irányba indulunk el, hogy a jó irányokat, a pozitív dolgokat, az orvostudomány részét vegyük előtérbe? Majd láthatjuk, hogy van egy a nagyvállalatok vezetőiből,
a nagy bankoknak a tulajdonosi struktúráiból álló technokrata réteg, aki úgy gondolja, hogy lehet, hogy lemaradásban is van. Szóval lehet, hogy ő még a mai, még a jelen pillanatban lévő életébe szeretné ezeket a rendszereket valamilyen úton, módon megteremteni, ebben a többi ember őket csak akadályozza. A nagy veszélyt én abban látom, hogy és lehet, hogy most furcsát fogok mondani, lehet, hogy a populizmus lesz az utolsó menedéke a demokráciának, amikor mi még elmondhatjuk a véleményünket arról, hogy amúgy mi merrefelé, mi a tömegek merrefelé szeretnénk menni, és mondjuk az emberiséggel mi mit szeretnénk kezdeni, mert úgy néz ki, hogy ez a technokrata réteget, ez különösebben nem zavarja. Úgy tűnik, hogy az előjogok, azok valahogy a vagyonhoz, a pénzhez és a hatalomhoz fognak kötődni, és a igazi veszélyforrása, hogy megteremti vele a saját maga fantasztikus üzletét, kényszeríteni fogja az embereket arra, hogy valahogyan csatlakozzanak ehhez, és akkor én azt gondolom, hogy alfák lesznek, béták lesznek, gammák lesznek, egy kicsit megint visszatérve ugye antiutópiáknak a gondolataihoz, és egyfajta kasztosodó struktúrák irányába lépünk el jobb esetben. A transhumanizmus számára a kihívás abban rejlik, hogy meghatározza a fogalomból a transz vagy a humán a fontosabb. A transhumán test végtelen élettartalmú kiborg fizikum lenne, amit mesterséges intelligencia is táplál. A nanotechnológia, a biotechnológia, az információtechnológia és a kognitív tudományok gyors fejlődése akár véget is vethet a betegségeknek és a halálnak. A géntechnológia és a protézisek révén új formákat ölthetünk, vagy az agy és a számítógép összekapcsolásával fejlesztjük kognitív képességeinket. A mikroszkópikus robotok a véráramunkba kerülnek, hogy állandóan kontrollálják az egészségünket, elhárítsák a betegségeinket. Nagyon sci-fi-szerűnek tűnik, de a transzhumanisták szerint ez lehet a reális jövő. A vagyon példátlanul akut koncentrálódása, a technológiai eredményekhez való hozzáférés korlátozottsága társadalmi kitaszítottakká teszi a tömegeket. A társadalom nagy része válhat termékenységileg és gazdaságilag feleslegessé. Yuval Noah Harari történész szerint a 21. századi közgazdaságtan legfontosabb kérdése az lehet, hogy mit kezdjünk a feleslegessé vált emberekkel. A transhumanizmus középpontjában az emberiség 1.0, vagyis a mai modern ember alapvető jogainak megszüntetése áll, amelyeket a jövőbeli kiterjesztett képességekkel rendelkező emberiség 2.0-val szembeni kötelezettségek váltanak majd fel. A neoliberálisok a jövőben privatizálnák az emberi létet is. A technológiai milliárdosok a transhumanista gondolkodás legnagyobb támogatói közé tartoznak. Ezért olyan cégek, mint az OpenAI, a DeepMind és az Anthropic száguldanak a generatív mesterséges intelligencia fejlesztése felé, annak ellenére, hogy egyes szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ez akár az emberiség kihalásához is vezethet. Egyes kutatók szerint nincs is más választásunk, mert ha a kiterjesztett képességű emberiség 2.0-át nem hozzuk létre, akkor a mesterséges intelligencia le fog igázni minket. Ha valóban az emberiség egy továbbfejlesztett változatának megteremtése előtt állunk, akkor el kellene kezdenünk feltenni néhány nagy kérdést arról, hogy mit is jelent embernek lenni.